Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ennek a videónak a középpontjában az új event, a Retro Stars fog állni. Ugyanis ki fogunk nyitni pár packet, 3 naponta 5 packet lehet ugye kinyitni, mindjárt meg is mutatom, hogy miről van szó, bár valószínűleg már mindenki tudja. Ugye hát versusztak meccseket kell játszani, azt, hogy szerezze pontokat, amiket 3 naponta be tudod váltani 5 ilyen csomagra, és szóval adhat fém, vagyis ad fémpontot, training XP-t, és hogyha szerencséd van, akkor valamilyen régi eventes pontot. És most ki fogjuk nyitni az 5 packünket, mert már le vannak játszva a meccsek, úgyhogy én remélem, hogy nyitunk valami jót most már. Igazából szerintem a Team of the Season, a Team of the Year, és esetleg még a Lunar, illetve az Easter packek azok, amik a legjobban megérik. Karnibál az még úgy talán-talán elmegy, de a 4 fő célpont az ez a 4 pack lesz, amit felsoroltam. És hát remélhetőleg azért kapunk is valakit. Olyan játékos, akit a rendes csapatomban is használnék, nem igazán van, tehát most már nem nagyon éri meg leserélni senkit a csapatból, viszont esetleg, hogy jön egy Dehea, vagy esetleg az az Alessandrini, őket még talán be fogom rakni a csapatba, hogyha megszerzem. De nézzük az első packet. Na, akkor az első pack az nem fog adni sajnos pontot, viszont megnézzük, mennyi fénypontot ad. 25-öt. Természetesen a legkevesebbet, amit kaphatunk. Jó, következő pack. Jó, nyitódik a pack, és már megint nem kapunk retro pontot, viszont kaptunk 25 fénypontot. Oké, remélem, hogy ez így fog tovább menni, és akkor az i-t elküldöm, a tudjátok hova. Következő pack, megint semmi, és 80 fénypont, na ez már azért kicsivel jobb, mint az eddigi szerencsénk. Jó, ez már a 4. pack lesz, és még mindig nem kaptunk semmilyen retro pontot, és megint 80 fénypont, na ez viszont. Jön az utolsó pack, nézzük, hogy kapunk-e vár végre valamit, természetesen nem, és 50 fénypont. Oké. Mások meg 5 nyitásból 4-szer kapnak retro pontot, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Na mindegy, srácok, van hát kb. 2 csomag elég pontunk, ugyanis én egy Team of the Season-t biztos, hogy fogok nyitni. 250-be kerül, hát igen. A Team of the Year, az pedig 175. Hát... szerintem próbálkozunk meg először egy Team of the Season-nel. Na nézzük. És nem adott semmilyen Retro Star player-t, viszont egy 89-es fekír. Nem a legjobb, mert az érték az már konkrétan sem ennyi. És 170 pontunk maradt, amivel konkrétan nem, igaz, semmit nem tudunk nyitni. Csak ilyeneket. Sőt, csak a football frézét. Hát akkor ez így ennyi volt. Gratulálok az éjének, nagyon kedves. Erre más nem tudok mondani, csak annyit, hogy találkozunk 3 nap múlva. Na srácok, eltelt a 3 nap, szóval tudunk újra nyitni packeket, és reméljük, hogy most már nagyobb szerencsével fogunk járni. Itt van, ki tudjuk hitni az 5 darab packet, és reméljük, hogy kapunk már fénypontokat. És hoppá, kaptunk is egy pontot, egy fréze pontot egyébként, rosszul mondtam, mert azt mondtam, hogy remélem kapunk fénypontot, de retro pontot akartam mondani. Szóval kaptunk egy retro fréze pontot, és 30 fénypontot. Jól van, az biztos, hogy már egy packünk az van. Nézzük a következőt, és nem kaptunk semmit, csak 25 fénypontot. Hát ez most már nem volt olyan jó. Következő pack. Megint nem kaptunk semmilyen retro pontot, fénypontból pedig szintén 25-öt kaptunk, úgyhogy nem tudom, ezek a drop rate-ek, ezek olyan ritka szarok, hogy ez nem igaz. A következő pack szintén nem tartalmaz semmit.
Hát ez egyszerűen vicc kategória, de komolyan mondom. És most már az utolsó pack jön. Nézzük. Ez sem ad semmit. 50 fénypont. Hát ez valami siralmas. 25 fénypont volt adott szinte végig. Na mindegy, nézzük akkor ezt a Fraser packet. Hát ez ad valamit. És semmit az ég adta világom. Azaz, nagyon jó. Gyönyörű pack. Ugye lehányom komolyan. Na jól van, szerintem nyitok még egy Team of the Season retro packet. Gondolkodtam még a Team of the Year-en is, az sem olyan rossz. De maradjunk a Team of the Season-nél, úgyhogy nézzük. Egyetlen lehetőségünk van nyitni valami jót. És nem nyitunk semmit, ki gondolta volna. És már megint a fekir a legjobb. Jól van, oké. Úristen, legyen már Season 3, de komolyan, mert ez a mostani season, ez valami borzalmas. Most valaki, komolyan mondom, már nyitott 10 darab 96 busztos játékost. Nekem meg egy 89-es fekre legjobb 15 pack után. Na jó van, srácok. Ezekkel az borzalmasan szar packekkel el is búcsúznék. Remélem, hogy nagyobb szerencsétek van. Hát ez eddig a legszarabb event, de komolyan mondom. Na mindegy, ha tetszett, akkor lájkoljátok. Találkozunk legközelebb, sziasztok!